Az ünnepi műsor előtt a város vezetője és a megemlékezők körbejárták azon helyszíneket, ahol jelentősebb események zajlottak 6 évtizeddel korábban. Így megkoszorúzták többek között a Teleki utcai volt rendőrség épületén Fazekas Lajos rendőrőrnagy, míg a József Attila gimnáziumnál Institóris Ildikó és a Makói fiatalok emléktábláját. Az ünnepi megemlékezés a kopjafánál a himnusszal kezdődött, majd a város polgármestere mondott ünnepi beszédet. Elmondta, a 60 évvel ezelőtti magyarországi események fontos részei Európa történelmének. 60 évvel ezelőtt azokban az októberi napokban az egész világ fölkapta a fejét. Ránk figyeltek, ahogyan most is 60 év után. Európa ismét ránk figyel. Ki ez a nép? Ki ez a nép, aki egyként kiáltotta, hogy elég volt? Ki ez a nép, aki most is egyként kiáltja, elég volt? Ki ez a nép, akiben ilyen mérhetetlen magaslatokat ölt a szabadság utáni vágy? Mert úgy kell a léleknek a szabadság, ahogyan a testnek a kenyér. A Szívek Együtt Dobognak címmel a Forgatós Tánc Együttes külön erre az alkalomra készült műsorával folytatódott a megemlékezés. Ezt követően hajtottak fejet a résztvevők, a kopjafa elé elsőként Lázár János miniszter, a térség országgyűlési képviselője és Farkas Éva Erzsébet helyezett el koszorút. Majd a képviselőtestület tagjai, a pártok és civil szervezetek képviselői tették le a megemlékezés virágait. Páfai Zoltán római katolikus plébános és Kotormán István református lelkészigazgató áldotta meg a kommunizmus áldozatainak emlékére készült új emlékkövet. Az ünnepség a koronában zárult, ahol többek között sor került a díszpolgári cím és az emlékplakettek átadására. Mindezekről bővebben holnapi híradónkban számolunk be, még az 1956-os megemlékezésről szóló hosszabb összefoglalót ma 18:15-től tekinthetik meg.